karácsonyvárás fontos kezdő momentum, amikor megmutatják magukat ünnepi díszben és fényben városaink. Az adventi első hétvégék mindig remek alkalmat adnak erre. Jászapátin is sokan várták az ünnepi fényeket, és évről évre mindig akadt közönsége is az adventi gyertyagyújtásoknak, ahol Farkas Ferenc polgármester egy példamesén keresztül mutatott rá, hogy fontos kitárnunk a szívünket az ünnep előtt, hogy az szeretettel tölthessen el bennünket. Annak ellenére, hogy kitakarítunk, rendet rakunk, bevásárolunk, tárjuk ki a szívünket is, hogy karácsonykor a megérkező kis Jézus ne találja zárva a kaput. Nagyon boldog, áldott adventi időszakot kívánok Önöknek! Következő pillanatban felvillanó első adventi gyertyalánk fényében a színpad is szebbnek látszott. Pláne, hogy a Rácz-Aladár Zeneiskola ifjú tehetségei várták izgatottan, hogy játékukkal az adventi hangulat részesei legyenek. Nagyon reméljük, hogy el tudunk jutni a lelkekbe és szívekbe, és egy kis mocsolt tudunk csalni az arcokra a gyerekek produkcióival. Sas Dániel növendékeinek előadása közben jól fogyott a gőzölgő tea és a zsíros kenyér a szombati hidegben, de a parázson sült kürtős kalács közelében volt a legjobb melegedni. Álltunk, fekszünk, telegén, hóangyal csináltam. Ígérd meg, hogy itt leszel, akárhányszor várlak. Jászapáti főtéri gyertyagyújtások elmaradhatatlan elemei a helyi előadások mellett a meghívott minikoncertek. Az első szombaton most kifejezetten a gyermekeknek szóltak Major Eszter és Tar András dallamai. Ez a taps már nem Eszter és András produkciójának szól, hanem a december 6-ai sztárvendég, egészen pontosan Mikulás érkezésének. A Pályér Antal műfázban tapintani lehetett az izgatottságot, minden gyermek a piros kabátos jótevőt és temérdek ajándékot rejtő varázszsákját várta. Csalogatónak énekeltek is az öreg fehér szakálónak, de helyette a Grinch jelent meg. A Grinch, aki csíntevéseivel csak saját, szomorú magányát leplezi. Miért okoztál meg? Miért? Ellopjam a karácsony ünnepét. Elviszem az ajándékokat. Elviszem a díszeket, az asztalt. Egy kis mindent elviszek. És akkor vége. Nem fogjátok szeretni a Mikulás bácsi. Ezt nem engedhette a felfogozott hangulatú apró közönség, és maga a megszólított Mikulás sem. Mielőtt bármilyen karácsonyi tragédia lehetett volna, a puttonyos öreg megérkezett, és nem csak kisimította a bonyodalmakat, de egy-egy falat édességet is hozott szépen éneklő közönségének.